Ismét izgalmas mérkőzések vannak a DK-ni kupán. Az elmúlt években hagyományá vált már ez a megmérettés itt a helyi, illetve a környékbeli középiskolák számára. Idén is nagyon izgalmas mérkőzéseket láthattak a szép számban kilátogató szurkolók. A szurkolásban valóban nem volt hiány, szépen megteltek a lelátók a mérkőzések idejére. A szervező középiskola a sajátja mellett idén 7 csapatot látott vendégül. Bátori Gábor szerint egyre nagyobb hagyománya van a kupának. 9-szerre rendezzük meg mind DK-ni kupát, előtte volt Humán kupa, Vári kupa. 8 csapat jött össze, sikerült szerveznünk az 5 halasi iskolát, és jöttek Félegyházáról, Kecskemétről és Jánosalmáról most. Itt csapatok és az edzők is tájékozódhatnak, hogy a csapatuk milyen szinten van felkészülve, illetve milyen eséllyel indulhatnak a következő 2 nagy kupán. A Kiskunfélegyházi csapat minden tagja örömmel focizott. Papás László szerint valamennyi csapattársa szereti és űzi is ezt a sportágat. Nyerni jöttük persze. Felkészülni minden héten gyakoroltunk, tanár úr segítségével, köszönjük szépen. Az iskola odaadta a tornatervet minden nap. Ennyi. Sportszerű csapatban focizok, ugye, kizsákom. A többieknek ugyanez. Csengele, Félegyháza, Bugac, megvan. A házigazda DK-ni a közönség támogatását kihasználva focizhatott, és ezt igyekezett kihasználni. Hetente egyszer van közös edzésünk, de igazából általában iskolák jó órák után össze szoktunk jönni focizni, gyakorlunk, szokjuk egymást, és igazából így, hogy hazai kupa, hazai közönség, felemelő érzés, hogy ennyien összegyűltünk, és bízunk a legjobbakban. Szerintem mindenkinek a fejében az jár, hogy a közönségnek is bizonyítsunk, hazai közönségnek, meg igazából a saját játékunkra is koncentráljunk, hogy jó legyen, és adjunk ki minden magunkból. A 9. DK-ni kupát a Tekó nyerte, a házigazda DK-ni, valamint a Kecskemét előtt. A részletes eredményeket hírportálunkon találhatják meg.